estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! A sikeres ősz után 2023-ban sem lassít a DVS, a Mastergood vízilabda csapata. Az együttes két magabiztos győzelemmel kezdte az évet, és 6 ponttal vezeti a másodosztályú bajnokságot. A tavaszi célokról Kádár Kálmán vezetőedzővel beszélgetek. Szervusz Kálmán, köszöntelek a műsorban. Szia, Soma, üdvözlöm a nézőket. Na hát gratulálunk az eddigiekhez, azért hála Istennek, hogy amikor itt voltál szeptember körül, akkor arról beszélgettünk, hogy a középház teteje a nagyjából az élmezőnytől egy-két helyre ugye lemaradva tervezitek az évet. Hát ahhoz képest, ahogy itt nézegettünk titeket folyamatosan az ősz során, azt láttuk, hogy győzelem-győzelem hátán szépen gyűltek a 3 pontok, és ugye a féltávnál 5 pontos előnyt sikerült kialakítani itt az OB1B-ben. Picit mielőtt a célokról beszélgetnénk, mennyire lepett meg, vagy nem lepett meg ez a jó szereplés? Érezted, hogy a srácokban tényleg van annyi, hogy akár ilyen jól is szerepelhetnek az ősszel? Igen, hál' Istennek jól sikerült ez az őszi szezon. Ugye az év elején arról beszéltünk, hogy ez egy jó, erős, középmezőnyű csapat, és én azt gondolom, hogy ennek az eredménye az, hogy nagyon sokat edzettek a fiúk, nagyon keményen beleálltak, és nyilván voltak céljaink, hogy itt minden meccset megnyerjünk, és ennek szellemében edzettünk. Úgyhogy hál' Istennek jól sikerült. Ugye úgy kezdtetek, hogy 9 mérkőzés, 9 győzelem. Azért ez egy egészen erődemonstráció jellegű kezdés volt. A csapatok lettek egyébként talán egy picit túl mérve nálatok, és jobban szerepeltetek, vagy egyszerűen összeálltak a csillagok, és kijött egy ilyen szenzációs teljesítmény az elején? Ha megnézzük az eredményeket, akkor látjuk, hogy azért nem mindegyik meccs volt annyira lazan, tehát azért voltak nagyon szoros meccsek is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez tényleg a sok munkának az eredménye, az, hogy ilyen jól szerepeltünk. A csapat egyébként mennyire van egyben, mennyire volt az, hogy meccsről meccsre, hogy mentetek előre, éreztétek, hogy tényleg amúgy akár sokkal többre is vihetitek, mint az eredeti tervek? Mivel itt nagyon sok debreceni játszik ebben a csapatban, és ugye kiskoruk óta együtt vannak, együtt nőttek fel, az uszodába együtt edzettek, most újra valamilyen szinten összekerültek, és nagyon jó hangulat, én úgy gondolom. A debreceniek mellé még jött egy-két olyan játékos, aki tényleg nagyon jól beilleszkedett. Szerintem ez a jó hangulat, ez az akarat, ez a célkitűzés elérése, szerintem nagyon sokat számít egy csapatban, úgyhogy lehet, hogy emiatt is tudunk ilyen jól szerepelni. És ugye azt hozzá kell tennünk, hogy azért, ha jól tudom, akkor a csapat szinte mindegyik tagja, vagy egyetemista, vagy dolgozik, tehát nem csak ugye a póló van nekik, hanem ugye emellett azért a napi teendőket is igazgatni kell. Így van, éppen ez a legnagyobb kihívás számukra is, mert hát mindenki dolgozik, vagy egyetemre jár, vagy iskolába jár, és ugye este ugyanúgy teljesíteni, meg ugyanúgy elvárom tőlük, hogy maximálisan teljesítsenek, tehát ez nagyon nehéz megoldani. De ezek szerint eddig ugye jól sikerül. Volt egyetlen vereségetek az Invictus ellen, ugye beszélgettünk korábban is, hogy talán ők lehetnek azok, akik a legnagyobb riválisok lehetnek. Az a mérkőzés az milyen volt, ugye? Hát egy gyengébb kézilabda mérkőzésen szokott annyi találat esni, mint azon a mérkőzésen. Igen, sajnos az volt az a fekete pont az eddigi bajnokságunkban, hogy nem jöttek ki a lépések, főleg védekezésben, és ott úgy szétestünk, hogy nem sikerült összekapnunk magunkat a támadásban sem. Én bízom benne, hogy ez volt, és ez lesz az egyetlen olyan meccs ebben a szezonban, amikor ilyen gyengében teljesítettünk, főleg védekezésben. Mondhatjuk, hogy talán jókor jött ez a, hát nem kiózanító pofon, de hogy egy pici megállt parancsolt, hogy igen, azért ti sem vagytok verhetetlenek, és egyik csapatot sem lehet félváról venni, vagy éppen mondhatjuk, abból az oldalból is közelíthetjük, hogy a taktikai utasításokat mindig be kell tartani. Nem jött jól ez a pofon. Nagyon szerettük volna ezt a meccset is megnyerni, mert akkor ugye nyilván még nagyobb előnyre tettünk volna szert. De úgy gondolom, hogy nem lehet minden meccset megnyerni, vagy hogyha igen, akkor az tényleg nagyon-nagyon különleges bajnokság kell legyen egy csapat számára, hogy minden klappoljon, és minden meccset tudnia kell egy csapatnak. Tehát én úgy gondolom, hogy azért benne van a pakliban néhányszor egy-egy vereség. Egyébként az OB1B az milyen? Ugye nagyon régen voltunk itt, hála Istennek, ugye 2010 óta egészen a tavaly őszig OB1-es csapat volt a DVS-e. Ez egy milyen bajnokság? Picit a nézőket is bevezetve, ugye sokat találkozhatnak az élvonalbeli meccsekkel, akár a televízióban. Ezt hogyan kell elképzelni, ezt a pontvadászatot? Nyilván az OB1-hez képest egy kicsivel kisebb, alacsonyabb a színvonal. A játékosok nagy része
úgy gondolom, hogy nagyon sok csapatban vannak kiöregedett játékosok, akik már az OB1-ben nem férnek be, vagy pedig a munkájuk miatt nem tudnak részt venni az OB1-es csapatban, de viszont szeretnének játszani. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó játékosok, akiknek már nagyon sok OB1-es meccsük van a hátuk mögött, és ezekkel kiegészítve fiatal, tehetséges játékosokkal, tehát egy jó bajnokság, egy küzdelmes, főleg most ebben a szezonban, én úgy gondolom, hogy ez egy szoros jó bajnokság. Na és ahogy elérkeztünk ugye a fél távig, láttuk, hogy ott van a DVS-a Master Bud a legtetején a tabellának, ezáltal a célokat is átformáltátok, beszéltetek már akár a stábtagokkal, akár a srácokkal, hogy ha már ugye jól alakult az ősz, akkor most már úgy lenne az egész kerek és szép, hogyha a tavasz is így végződne, hogy az első helyen vagytok és a feljutás a cél. Igen, nyilván mi sokat beszélgetünk a fiúkkal, és már az év elején megfogalmazódott mindannyiunk számára, hogy minden meccsen úgy állunk oda, hogy nyerni fogunk, és úgy akarunk oda menni minden egyes találkozóra, hogy azt ott a három pontot haza akarjuk hozni, vagy pedig itthon tartani. És ennek szellemében kezdtük el, és szeretnénk ugyanígy folytatni. Tehát mi tisztában vagyunk vele, hogy itt csak úgy tudunk nyerni, hogyha úgy is állunk oda minden egyes edzésen és minden egyes mérkőzésen. De hát ezek szerint ugye jól sikerült a kezdés, az Eszterházit és a legutóbb pedig a Viva OSC-t tudtátok megverni, ráadásul az 9 góllal az utóbbi ellen felett. Ezek szerint akkor jól sikerült a felkészülés, a hangolódás megtörtént a tavaszra és ugyanúgy mentek tovább? Igen, volt egy kis téli szünet, és utána rögtön el is kezdtük 21-én az EK-vel. Ez egy egri csapat, amelyik igazából egy nagyon erős középmezőnyt képvisel, és nem ment olyan jól a játék, akkor nyilván még hát több mint egy hónapja, hogy nem játszottunk már hivatalos meccset, és ez meg is látszott mind a védekezésen, mind a támadásban, mind a kettő egy kicsit olyan nyugvennyelősen ment, de hál' Istennek sikerült hazahoznunk a 3 pontot, és a következő meccsen rá egy hétre a Viva OSC, az pedig még erősebb csapatot képvisel, viszont ott a második negyed után, a harmadik negyedben ott úgy érzem, hogy elkaptuk a fonalat, főleg támadásban, és sikerült a befejezésekkel kompenzálni azt, amit az első két negyedben nem sikerült. Ott teszem hozzá, hogy ugye 11-2 lett a vége, de a védekezés az nagyon, nagyon jó volt, az a top volt. Nem szabad elmennünk amellett a tény mellett, hogy sajnos ugye a Debrecen úszoda bezárt, és Nyíregyháza most a helyi, tehát a hazai pályátok, és ugye ott is készültök sokszor, nem jó hír, tudjuk, de egyébként ezzel is most sajnos meg kell birkózni. Ez mennyiben hátráltatja a dolgotokat, vagy mennyire ad még egy plusz kihívást számotokra, hogy sajnos nem tudtok nap mint nap ott az 50-esbe készülni a sportuszodában? Hát ez egy óriási kihívás, nem csak nekünk, az edzőknek, hanem ugye a játékosoknak is. Ugye az előbb mondtam, hogy nagyon sokan dolgoznak, egyetemre járnak, ugye nap mint nap is, reggel már 6 órakor van, aki fel kell és mennie kell. Ugyanakkor délután nem tud lefeküdni, pihenni, hanem már jönnie kell az uszodába, és ugye nekünk meg este 10 órakor van vége az edzésnek, tehát ez egy óriási fizikai megterhelés nekik. De ugyanakkor mentálisan is, mert hát egy sokkal kisebb medencében kell edzenünk, sokkal másabb az egész struktúrája egy edzésnek, átalakult, és át kellett alakítsuk ezt. Hát reméljük, hogy akkor nyilván ez nem lesz akkor a kihívás, hogy ne lehessen akár a következő 3 meccset megugrani. Ugye Cegléd, Avusz és Hódmezővásárhelye, amelyek azért jó kis erős középházi csapatok. Mondhatjuk, hogy itt a folytatásban ez a következő 3 hétvége egy vízválasztó lesz? Igen, és én úgy gondolom, hogy már ahogy elkezdtük ezt az idén, tehát most januártól, ez az 5 meccs, a másik 2, ami már volt, ezzel a 3-mal együtt, ugye ez meghatározhatja, hogy majd hogyan is tovább. Célok, akár erre a 3 mérkőzésre? Hát nyilván a győzelem. És akkor hosszú távon néhány szóban itt zárásként, akkor hogy lenne az ideális pályaív itt a 2022-23-as szezon? Láttok-e már tovább, láttok-e már a végelszámolásnál, hogy melyek azok a meccsek talán, melyek azok a momentumok, amiket mindenképpen be kell húzni, hogy akkor jövőre ismételten az OB1-ben lehessen a DVS-e? Hát nyilván ez a 2 meccs, vagy ez a 3 meccs, ez vízválasztó lesz, de utána még lesz még vagy 3, amelyik ugye egy erős mezőnyt képvisel az a 3 csapat.
Ugyanakkor majd még lesz egy pár olyan mérkőzés, ami eddig számunkra elég könnyű volt. Én úgy gondolom, hogy az kötelezőszerűen majd itt hol kell tartani a pontokat. És hát majd meglátjuk ugye a legnagyobb riválisok ellen az Asi, illetve az Invictus, hogy addigra milyen formában leszünk. Hát remélhetőleg, hogy a lehető legjobban, és akkor bízom jövőre, benne, vagy akár tavasszal már lehet ismételten ünnepelni a következő élvonalbeli szezont. Hát jó munkát kívánok, kitartást, és tényleg minden körülménnyel tudjatok megbirkózni, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozzunk a jövő héten is a viszontlátásra.